Milyenek is ezek a digitális benszülöttek? Minden generáció azt gondolja, hogy az utána jövők azok biztosan valamiben rosszabbak, mint amilyenek ők voltak, de a digitális benszülöttek esetében talán még fokozottabban lehet ilyeneket hallani. Hogyha megkérdezünk tanárokat, ahogy mi ezt meg is tettük, arról, hogy mit gondolnak, milyen is az a nemzedék, akiket ők most tanítanak, akkor olyan válaszokat kaptunk, hogy felszínesek, nem képesek koncentrálni, önelégültek, egoisták, a pillanatban élnek, nem tudnak elmélyülni semmiben, és így tovább. Érdekes módon, amikor diákokat kérdeztünk meg, és mostanra ezt már sokszáz tanárral és sokszáz diákkal tettük meg, akkor az ő listájuk, vagy 80 ban egybevágott azzal, amit a tanárok mondtak. Nagyon érdekes módon saját magukról sincsen túl jó képük a diákoknak. Meg lehet azért, mert ezt hallják folyamatosan a felnőttektől. Ha megpróbáljuk megnézni ezeket a stereotípiákat, akkor azt fogjuk látni, hogy egyik sem igaz mindenkire, és nagyon gyakran csak bizonyos szélsőséges helyzetekre vonatkoztathatóak. Miközben azt mondjuk, hogy a diákok nem képesek koncentrálni, azt láthatjuk, hogy akár mondjuk egy számítógépes játékban órákon át merülnek el. Amikor azt mondjuk, hogy felszínesek, akkor emellé tehetjük azokat a diákokat, akik már 13-15 évesen hihetetlen projekteket csinálnak meg, társadalmi felelősségvállalással, és komoly, akár üzleti sikerrel is. Amikor azt gondoljuk, hogy nem érdeklik őket a mélységek, akkor azt látjuk, hogy nagyon gyakran sokkal tovább mennek egy-egy tananyag megtanulásában, ami valóban érdekli őket, és elkezdenek az interneten utána tanulni, mint amit az iskolában mondanak. Ugyanez igaz egyébként ennek a generációnak az eszközhasználatára is. A digitális benszülött elég félrevezető elnevezés, hiszen a mostani diákok között is találunk olyanokat, akik valóban nagyon-nagyon jól kezelik ezeket az eszközöket kreatívan és értik is a működésüket, és találunk olyanokat is, akik legfeljebb a Facebookot pörgetik végig, nem tesznek többet a neten, mint bármelyik felnőtt. Ami viszont nagyon gyakran közös ezekben a diákokban, hogy azt, hogy tanulásra hogyan és miként lehetne használni a digitális eszközöket, ők sem nagyon tudják. Honnan is tudnák? Nekünk kell ezt megtanítani nekik.